Zsebe Lajos vagyok, tengeri vadászmajorban gazdálkodunk, feleségemmel együtt, akivel 20 éve vagyunk házasok. 3 gyermekünk van, úgy kezdtük a gazdálkodást, hogy volt először 3 darab tehenünk, és utána szépen lassan fejfejlődött az állomány. Ma 30 darab tehénnel gazdálkodunk, 50 hektár földet művelünk, saját termelésű takarmányal etetjük az állatokat, tejtermeléssel foglalkozunk, a tejet a Tolna Tej ZRT szállítja el nap mint nap. 2 tejkiadó automatát állítottunk be Szekszárd városában, ezek felfutó állapotban vannak. Olyan 300 liter tejet termelünk naponta, az állománynak a fele az elapasztás előtt lévő tehén, amik befejezik az idei évre való termelést, majd talán decemberben kezdődnek meg az ellések, és akkor majd teljes állományon termelünk megint. Egyelőre csak tejtermelése, tehát tejet nyers tejként értékesítjük, de tervben van az, hogy esetleg majd sajtfeldolgozót építünk, és sajt formájában megpróbáljuk értékesíteni a tejet. Hát lehet növelni is, de igazából ez az állomány nagyság már elég lenne ahhoz, hogy egy komolyabb sajtfeldolgozással foglalkozzunk. Tehát amiből a család esetleg meg is tudna élni. Őseim, nagyapám is valamikor mezőgazdasággal foglalkozott, állattartással, csak aztán jött a rendszerváltás és abba keletet adják.